Több rakétát is kilőttek a zöld zónára Bagdadban, ami a város fokozottan őrzött és megerősített városrésze, ahol a kormányszervek és a nagykövetségek működnek, valamint a Balad légibázisra. Szombaton, egy nappal azután, hogy az amerikaiak likvidálták a perzsa állam legbefolyásosabb vezetőjeként számon tartott Qasim Szulejmáni tábornokot pénteken hajnalban. A támadásokban senki sem sérült meg. Közben Washington bejelentette, hogy további 3000 katonát küld a Közel-Keletre. Ezek a katonák a 82. légiszállítású hadosztály gyors reagálású erőinek tagjai. Ez egy levegőben is szállítható és onnan bevethető gyalogos hadosztály. Ezzel egy időben tüntetők ezrei foglalták el az utcákat Amerika szerte a nagyobb városokban, hogy a Trump adminisztráció legutolsó intézkedései ellen tiltakozzanak, amiben megölték Szulejmáni tábornokot, és további 3000 katonát küldtek a Közel-Keletre.